Az alapszakasz győztes fogadta a 8. helyezettet, így az esélyek a hazaiak mellett szóltak. Az első negyedet 6 ponttal meg is nyerték a cápák, azonban a második 10 perc 8 ponttal a vendégeké lett. A nagyszünet után agresszívabb védekezésre váltott a házigazda, aminek meg is lett az eredménye, a harmadik negyedben mindössze 11 pontot kapott Boris Majkovics együttese, szemben a szerzett 22-vel. A zárójáték részben 10 pontra nőtt a hazaiak előnye, amit meg is őriztek a meccs végéig, így a Nyíregyháza hozta a kötelezőnek számító győzelmet. Számítunk, hogy nagyon nehéz meccs lesz, és pont úgy is volt, mert én azt mondtam, hogy ez egy kellemetlen csapat, fiatal csapat, melyik semmikor nem adta fel, és csak 1-0, menjünk tovább. Mint Mohácsi Máté elmondta, betegségek és sérülések nehezítették a felkészülésüket, így tudták, hogy nem lesz könnyű dolguk a rájátszás első meccsén. Gyakorlatilag egy olyan mérkőzés lesz, amire számítottam. Volt ennek egy előzménye, amit nem publikáltunk, de a mérkőzés előtt egy 7-8 ember küzdött betegséggel, ami nem a koronavírus volt, mert természetesen teszteltük mindenkit, de ettől függetlenül átment a csapaton egy komolyabb betegséghullám, illetve a Bús Iván 2 hét sérülés után edzett először, az Ubija tegnap még lázas volt, tehát azt gondolom, hogy tényleg kettőzött erővel küzdtünk, úgyhogy szinte nem is tudtunk minőségi edzés munkát vérekezni, játszani a héten, és hát a Rádgőri jött és fantasztikusan játszott, tehát amíg mi nem vérekeztünk úgy, ahogy kell, addig meccsben voltak és le akar. A rutinos kosaras 22 pontot szerzett úgy, hogy 10 kísérletből 6-szor talált be a 3 pontos vonalon túlról, és ezzel csapata legeredményesebb játékosának bizonyult. Egyáltalán nem éreztem jól magam az elején, meg kell, hogy mondjam, tehát én is küzdöttem, lejöttek az ittszerek, kimaradt a büntető, kimaradt a hármas. Aztán éreztem, hogy miután a két irányítónk sérülés, illetve betegségbe jött vissza, és nincs meg bennük az a lendület, mint szokott, ezért hátamra próbáltam venni a csapatot, és ugye nekem ezt a triplával sikerült, úgyhogy ott éreztem, hogy szoktam mondani, hogy be kell dobni, úgyhogy most sikerült, és bízom benne, hogy ez átlendítette a csapatot, és megyünk tovább. A negyeddöntő további eredményei a következők: BKG Prima Akadémia Budapesti Honvéd 173, MAFC Veszprém 95-83 és Salgó Tarján Vasas Akadémia 75-81. A Nyíregyháza szerdán Pécsen játssza a negyeddöntő második meccsét.